Súlyosbították annak a bátai férfinak a büntetését, aki 2019-ben fejszével támad barátjára. Az elkövető a bűncselekmény napján egész délután együtt italozott ismerősével, majd a vádlott otthonába mentek. Itt tovább folytatták az ivást, ami végül tetlegességbe torkollott. A férfi valószínűleg korábbi barátnője elvesztése miatt érzett dühöt, a nő ugyanis miután őt elhagyta, a barátjához költözött. Részben ezért kezdte bántalmazni ismerősét. Felkapott egy fejszét, és azzal a barátjára támadt, több ütést mért a fejére, majd a földre került sértettet tovább bántalmazta. A férfi a bántalmazás következtében életét vesztette, a holttestet a vádlott előbb a háza udvarán, később pedig a pincéjében rejtette el. A holttestet néhány nap múlva a nyomozóhatóság találta meg. A szexuális törvényszék a vádlottat emberölés büntette miatt 11 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ügy azonban a pécsi ítélőtáblához került másodfokon. A fellebbezések folytán eljárt pécsi ítélőtábla a vádlott terhére rótt bűncselekményt különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettének minősítette, és a vele szemben kiszabott szabadságvesztést 14 évre súlyosbította, melyet fegyházban rendelt végrehajtani. A sértett egyébként több nyílt koponyatörést és agyzúzódást szenvedett, holttestét elszáradt növényekkel, téglákkal és különböző a pincében talált lomokkal takarta el a vádlott. Az ügyben hozott másodfokú ítélet jogerős.